Üdvözöllek titeket az óra második részében. Ha esetleg csak random becsatlakoztál és nem láttad az óra előző részét, akkor nem árt pótolni, hogy értsd az óra többi anyagát. Az előző videóban letudtuk az animációs technikákat és hozzájuk a programokat, most pedig térjünk rá a tervezési folyamatra. Mielőtt belekezdenék, leszögezném, hogy az animáció az egy kreatív munka. A tervezési vagy gyártási folyamat nincs kőbevésve. Amiket most mondani fogok, azok csak lehetőségek, ahogy általában én csinálom, vagy ahogy általában másnál látni szoktam. Amúgy meg kedvedre személyre szabhatod, bizonyos pontokat pedig ki is hagyhatsz, ha feleslegesnek érzed. Egy nagyobb animációs projektet érdemes előre megtervezni. Ebben a szakaszban szoktuk megtervezni például a karaktereket, a helyszíneket, vagy koncepciórajzokon a látványvilágot, és megírjuk a forgatókönyvet, amiben benne van, hogy mi történik, mit mondanak a karakterek, stb. Ez alapján vagy ehelyett készülnek el a storyboardok, amik képregényszerűen mutatják be a történéseket. Illetve jelölni szokták rajta például a kameramozgást, a karakter mozdulatait, vagy esetleg a fontosabb hangokat. Fun fact, hogy még az élőszereplős filmekhez is szoktak storyboardot csinálni. Egy storyboard készítéséhez vannak fent alapok az interneten, de szerintem bőven elég egy sima, üres, tradicionális vagy digitális papír, amin felrajzolod a képkockákat és alul hagysz helyet a magyarázatoknak. A lényeg, hogy neked, vagy esetleg a csapatodnak legyen átlátható. Gyakori probléma a tervezésnél, hogy a sztori és történések kitalálásában elakadunk. Nem tudjuk, hogyan folytassuk a cselekményt, hogyan kössük össze A és C ötletet, stb. Erre csak annyi a javaslatom, hogy just csak kezdj el rajzolni, rögtön ami eszedbe jut. Lehet rossz lesz, és többször újra kell tervezd, de legalább lesz valami, ami meg jobb, mint a semmi. Így ezt a valamit tudod majd fejleszteni. Például írd fel a történetet fontosabb pontjait, amiket szívesen felhasználnál, és próbáld meg valahogy sorrendbe állítani és összekötni őket. Viszont előfordulhat, hogy egyes ötletek kiütik egymást, így sajnos néha áldozatot kell hozni. Ilyenkor alakulnak ki az alternatív storyline-ok. Összességében follow the flow, és engedd, hogy az agyad öntse magából a cuccot. A storyboard videóváltozata a timing, ahol a kezdetleges vagy a meglévő hangokkal összevágjuk a storyboard képeit, ezzel kapunk egy kezdetleges rálátást, hogy időben nagyjából hogy fognak kinézni a történések. Ez alapján készül el ennek a kidolgozott és komplexebben megvágott verziója, amit animatiknak hívunk. Sokan ezt összekeverik az animációval, holott ez a szakmában csak a tervezéshez tartozik. Animációnak pedig azt nevezzük, ami már rendesen mozog is. Egy animatik ugyanúgy lehet kidolgozott, szinte már animáció is, viszont általában fekete-fehér, egyszerű rajzokból áll, nagyjából ábrázolja csak a teret, amin a karakterek egyszerű rajzokként mozognak, csak kulcskockánként vagy úsztatva, amit egy animáló program vagy egy külön videószerkesztő segítségével lehet összevágni. Animatik vágáshoz is alkalmas videószerkesztőket majd a sorozat negyedik részében, az utómunka résznél ajánlok. A gyártás megkezdése előtt nem árt véglegesíteni a karakterterveket. Azon belül pedig érdemes több szemszögből megrajzolni a karaktert. Előről, oldalról, hátulról és a közteseket, esetleg kiemelni és szétszedni a komplikáltabb részeket, több pózban megrajzolni, és kiemelni a gyakran rosszul rajzolt részeket, hogy azokat hogyan is kéne helyesen. Ezek rengeteget tudnak segíteni az animátoroknak, főleg rajzanimációnál. A színezőknek és az árnyékolóknak pedig rajta van a színpaletta és az árnyékok pontos helyei. Azt, hogy milyen egy jó, felismerhető karakter, azt most nem fogom részletezni, de érdemes utána nézni a témában és meghallgatni olyanokat, akik profik karaktertervezésben. Hogy mit tesz egy karaktert jó karakterré? 3D-ben vagy vektor 2D-ben a végleges modellek készülnek el ilyenkor, illetve azoknak a beriggelése, becsontozása, szóval kapnak egy mozgatható csontvázat, amivel be lehet pózoltatni az adott karaktert. Ez egy viszonylag bonyolult és olykor idegörlő feladat tud lenni, szóval nagyon tisztelem azokat, akik értenek hozzá. Nem mellesleg, hogy például a haj vagy a ruha szimuláció is egy külön tudomány hozzá, bár ezek már általában az utómunka részei. Tisztázásképp szakmán belül a feladatkiosztás úgy szokott történni, hogy egy ember készíti el a karaktermodellt, a másik a riget hozzá, amivel a harmadik ember meganimálja, majd egy negyedik igazítja meg a haj, ruha, meg egyéb ilyen mozgást. Habár ezek általában különböző munkakörök, nagyon sokat ér, ha valaki több dologhoz is ért ezek közül. Egy stop motion filmnél pedig elkészülnek a bábok, általában több prototípussal, mindenféle egyszerűbb vagy komplex mozgatható vázzal és egyéb kiegészítésekkel. Ez is már egy nagyon precíz, külön tudomány. Sokat segíthetnek még a koncepciórajzok, ha van egy konkrét elképzelésed egy jelenetről vagy helyszínről, akkor például megrajzolhatod a karaktereidet valamilyen szituációban, háttérrel, hogy lásd, mennyire működnek a szereplők a környezettel és egymással, mennyire passzolnak a színek, mik azok az elemek, amiket a végleges verzióba is beletennél, illetve hogy milyen legyen a filmednek a látványvilága. Nem kell ez egy mesterművet alkotni, csak nagyjából felvázolni a fontosabb dolgokat, hogy tisztában lásd az elképzeléseidet. Szoktak még csinálni úgynevezett color key pacsmagokat is, amiknek leginkább a hangulat megteremtésében van fontos szerepük. Szóval a színek ugyanúgy mesélik a történetet. Nem árt ezekre is nagy hangsúlyt fektetni, amikor saját filmet készítesz.
ezeknek az összeállításában sokat segíthetnek még a moodboardok, azaz készítesz egy képösszeállítást, amik referenciaként és inspirációként szolgálhatnak. A háttérelemeket, mint például az épületeket és tárgyakat is általában külön megtervezik. Ezek alapján készülnek el a végleges hátterek, amelyek lehetnek digitálisan vagy tradicionálisan rajzoltak, számítógépes háromdimenziósak, vagy a valóságban megépítettek. Általában stop motionnél nagyon látványos, akár embernagyságú világokat is képesek megépíteni egy nagyobb volumenű filmhez. Még az animatikhoz, illetve az animálás megkezdéséhez készül el a kezdetleges hangdizájn, zene és szinkron, amik segítenek az animátoroknak és a vágóknak az időzítésben. A hangeffektek és a hangi atmoszféra megteremtésének fontosságáról majd a sorozat negyedik részében fogok papolni. Mielőtt élesben belekezdenénk a gyártásba, egy nagyobb animációs projektnél érdemes összerakni egy gyártási táblázatot és egy ütemtervet. Előbbinél tudod számon tartani, hogy hány snitből és jelenetből áll a film, azon belül hány képkockából, illetve hova melyik háttér kell, ki dolgozik az adott jeleneten és melyik részén, illetve hogy áll vele, stb. Mi az a snit? Igen, lehet azt is el kéne magyaráznom gyorsan. Szóval egy film jelenetekre, vagy más néven szekvenciákra van szétbontva, amik általában helyszínenként, történésenként változnak. Egy jelenet pedig snittekből áll, ami kameraállásonként változik. Érdemes így szétszedned a projektedet, hogy átláthatóbban tudj haladni. Egy ütemterv pedig abban segít, hogy előre tud tervezni, mennyi időt fog igénybe venni egy-egy munkafolyamat. Ezek a táblázatok nagy segítséget nyújtanak abban, hogy ne veszel a gyártásban, és hogy úgymond lásd az alagút végét. Ezeket meg tudod csinálni például Microsoft vagy Google Sheets-ben, vagy más táblázatszerkesztő programban, vagy csak simán papíron. Ha már mindent megterveztünk és előkészítettünk, amire szükségünk lehet, és már nagyjából el tudjuk képzelni a teljes projektet, akkor bele is kezdhetünk a gyártásba! De ebbe majd csak a következő órán kezdek bele. Erre a videóra ennyi. Egyelőre csak dióhéjban meséltem el, hogy néz ki a tervezési folyamat, de ha esetleg van olyan téma, amiben jobban belemerülnél, legyen az karakter több szemszögből megrajzolása, karakterriggelés, vagy egy mozgathatóbb elkészítése, akkor az interneten rengeteg oktató videót találsz, amelyek bővebben megtanítják ezeket a dolgokat. A videó leírásába be is linkelem az ajánlásaimat. A videóban felhasznált film, sorozat és videó részleteket pedig egy lejátszási listában összegyűjtve megtaláljátok, aminek a linkjét szintén a leírásban hagyom. Na de akkor a folytatás előtt tartsunk egy kis szünetet. Igyatok meg egy üveg vizet, menjetek mosdóba, írjátok meg az adóbevallásotokat, és utána folytatjuk is az órát. Ne hagyjátok ki, ugyanis most jön a kedvenc részem. Dali ugyanitt. Hello, megint itt vagyok. Ennél a résznél drága Torcsik barátos némnek szeretném megköszönni, hogy egy mondat erejéig kölcsön adta a hangját a lelkes diáknak. És hogy legyen még mit mondanom a végére, tudtátok, hogy már vannak saját mintás dolgai, amiket akár ti is be tudtok szerezni. Ezeket megtaláljátok a Magyar Pólómánia és a külföldi Redbubble oldalakon. Szóval, ha szeretnétek egy kicsivel többet támogatni a munkámat, és még egy menő cuccot is kapni cserébe, akkor csekkoljátok le a webshopjaimat, amihez a linket megtaláljátok a képernyőn vagy a leírásban. Mindenképp küldjetek nekem képet, ha beszereztetek valamit. Na jó, van, most már nem tartalak fel titeket, menjetek a következő videóra, bye!